Köszöntöm a Forever TV nézőit, és köszöntöm vendégeimet, aki egy orvos házaspár, szenior menedzserek, 15 éve, 17 éve a Foreverben és az üzletben. Melyik ötök kezdi? Rengeteg kérdésem lesz. Amelyik? Kezdje a hölgy. Szia, egyébként szia és sziasztok. 17 éve? Hát 17 évvel ezelőtt volt egyetemi barátaink, akikkel együtt jártunk az orvosi egyetemre. Megkerestek minket, megmutatták a termékeket, és mi azon különleges orvosházaspár közé tartozunk, akik azonnal igent mondtunk a termék használatra. Nem akadékoskodtunk, nem voltak fenntartásaink, hanem szerintem pont olyan nyitott fázisban voltunk, akkor már 10 éve orvoskodtunk, hogy nekünk az, amit dr. Nagy Ida és dr. Kis Ferenc jelenleg is a mentoraink, szponzoraink elmondtak, az nekünk abszolút... De egyébként ez tipikus? Nem tipikus, de nekünk ők hiteles emberek voltak, és azt mondtuk, hogy oké, hát ha azt gondoljátok, hogy ez szükséges, akkor nyitottak vagyunk, és használjuk. És ez rögtön úgy jött, hogy esetleg a betegeknek, a pácienseknek is ajánljátok, vagy ez szigorúan csak családi használatra? Mi saját, a család, tehát csak a szűk, tehát a gyerekek és mi, aztán ahogy jöttek a pozitív tapasztalatok, nem is volt olyan különösebb egészségügyi kihívásunk, szóval így bekúsztak a jó termék tapasztalatok is a hétköznapjainkba. Innen indult, és először csak szigorúan termékhasználóként működtünk, és mondtuk, hogy nem, az üzlet az nem érdekel minket, mert természetesen Ida és Feri ugye akkor már üzletépítők voltak, sőt már szerintem menedzserek voltak, és hát rögtön ajánlották a lehetőséget, és mondtuk, hogy két önálló háziorvosi praxis, akkor vállalkoztunk. Hát az önmagában elég is elfoglaltság. Igen, meg kell mondjam őszintén, hogy én borzasztóan... Hát, hogy fogalmazzam, mert tehát nem éreztem méltónak, hogy orvosként én egy ilyen egy akármibe, igen. Tehát fogalmunk nem volt arról egyébként, hogy miről szól a Forever Network marketingje. Tehát, hát igen, azért nyilván... mondtad így, mert persze, ez megváltozott, szó de szerint, akkor azt szó mondtad, szerint, hogy... De akkor, mivel nem tudtam róla semmit, megvoltak a koncepcióim, ugye az előítéleteim, és olyan tipikus, hogy meg se hallottam igazából azt, mert azért én voltam az elsőben, aki ellenállt az üzleti elindulásunknak, de hogy hiába mondták el Feriék egyébként, hogy ez tök jó, és hogy nézzünk bele, stb., de én teljesen mereven elutasítottam, majdnem 2 évig szerintem. Igen, pont két évig. Tehát akkor nagyjából ez a 2 év erre kellett, hogy a te ellenállásod. Hát, de engem sem foglalkoztatott, tehát nem arról volt szó, hogy közben mondtam, hogy Peti, menjünk és csináljuk, és ő meg... Nem, tehát nem. Lágos. Azt mondtuk, hogy van elég dolgunk, a napunk teljes, így is, 2 gyereket nevelünk, orvosok vagyunk, ez tök jó, a termékek jók voltak, de ennyi. És akkor mi volt az a holdponton, ami átbillent? Hát igazán szerintem az, hogy baromi sokat dolgoztunk, tehát sokat ügyeltünk a háziorvosi munka mellett, és egy ideig tök jó volt, és aztán úgy az ember észrevette, hogy hát nagyjából hiába dolgozunk egyre többet, de nem jutunk 5-ről 6-ra. És akkor azért komolyan fölmerült, hogy kimegyünk külföldre. Tehát emlékszem, még a gyerekekkel is beszéltünk, hogy akkor az a legjobb, hogyha kimegyünk. És nem arattunk nagy sikert azért a gyerekeknél. Tehát... Meg hát sok barátunk már akkor kint volt. Tehát, hogy... Igen. Gondolom, főleg Angliából. Meg Németországon. Igen. És aztán Feriék egyébként nagyon, tehát utólag is azt mondom, hogy elképesztő sokat köszönhetünk nekik, a szponzorainknak, mert hogy ott voltak. Tehát úgy ott voltak, hogy sokszor hívtak minket rendezvényre, én mindig mindenféle okból lemondtam, addig mindenféle, tehát mindent is kitaláltam. De akkor is ott voltak, amikor eldöntöttük, hogy kimegyünk külföldre, és akkor szóltak, hogy na gyerekek, akkor most végre eljöttök egy rendezvényre, hogyha már egyszer egy ilyen döntés előtt álltok, hogy külföld, és tudjuk, hogy az anyagiak miatt, akkor most azért talán már el lehetne jönni egy rendezvényre, és akkor mentünk el egy Vágási Arankaféle. Egy naposra, és ott megváltozott minden. Tehát az egy rendezvény, ott teljesen átírt a fejünkbe mindent. Rájöttetek, hogy a külföld itthon van.
Igen. Igen, tehát hogy olyan igen. sok embert láttunk a színpadon, akikkel azonosulni tudtunk, vagy azt mondjuk, hogy hogyha neki ez jó, úristen, ő azt mondja, hogy ez egy jó vállalkozás, akkor próbáljuk ki magunkat. Tehát igazából akkor úgy mentünk haza, hogy oké, fél évet adunk ennek a sztorinak, nézzük meg, hogy mi fél év alatt mit tudunk kihozni ebből a lehetőségből, és az alatt majd eldöntjük, hogy... De akkor viszont fél évig azt Idának és Ferinek is mondtuk, hogy akkor mondják, hogy mit kell csinálni, és mi azt csináljuk. És akkor csináltátok is. És csináljuk, és beleadtuk. Tehát minden szabad időnket tényleg. Hát ugye ezért is olyan szép egyébként a forever-ös vállalkozás, hogy valóban, ha valaki hoz egy döntést, akkor az addigi, úgymond megszokott élettéhez hozzá tudja illeszteni, mert ha valamit az ember nagyon szeretne, legyen az egy hobbi, legyen az egy új vállalkozás, bármi az életben, én azt gondolom, hogy mindennek meg tudja az ember találni a helyét. És mi is megtaláltuk, addig úgy gondoltuk, hogy nincs időnk semmire, de megtaláltuk azt a részt, ahova be tudtuk illeszteni a Forever vállalkozást, kevesebbet találkoztunk barátokkal, kevesebbet borozgattunk esténként ezzel-azzal, hanem azt mondtuk, hogy van egy célunk, nézzük meg, és 5 hónap után menedzserek is lettünk. Hát akkor ez egy jó döntés volt, ezt a mai napig ezt mondjátok. Igen, igen. És hát ma meg a különös, tehát a ma 2023-ban, meg már tényleg az sem igaz, hogy az orvosokat nem fizetik meg úgy, mint külföldön, és azért csak ide születtünk. Én ebben nagyon hiszek. Én nagyon szeretek magyarnak lenni, szóval én örülök, hogy ez így alakult, és egyébként azt szoktam mondani, hogy meg tudom, mert nyilván az ember lát, és látom, hogy mondjuk azok a barátaink, akik annó mondjuk elmentek Németországba vagy Angliába, és ott is élnek azóta is. Lehet, hogy ha most megnéznénk, hogy ők ez alatt az idő alatt orvosként mennyi pénzt kerestek, és mi a Foreverrel mennyi pénzt kerestünk, lehet, hogy az ő oldalukon nagyobb összeg van. Lehet. Mindemellett én azt mondom, hogy azt az életstílust, amit nekünk a Forever biztosított ez alatt az idő alatt, meg azt a jövőképet, amit most is látunk magunk előtt a Forever lehetőségével, én azt nem cserélném fel. Szóval, hogy elég hamar átfordult, hogy nem minden csak a pénz, tehát pont jó, hogy kerestünk pluszba, tehát lett plusz jövedelmünk, de azért nagyon hamar már nem ez volt az első, tehát nyilván az fontos, hogy pénzt keresünk a Forever, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez nem fontos persze, szempont, persze. De egy bizonyos jól lét mellett nagyon-nagyon fontos az, hogy mi az, amivel az ember azt a plusz pénzt keresi, és ezzel megint nem azt akarom mondani, hogy például Peti ugye azóta is főállásban orvoskodik. Mindemellett annyi pluszt adott az életünkhöz a Forever lehetősége, amit csak orvosként, hát én biztos, hogy nem tudtam volna az életemből kihozni. Szóval én éreztem mindig, hogy nekem kevés az, hogy most értsétek jól, hogy hiába egy gyönyörű hivatás, de hogy elmegyek a rendelőbe, hazamegyek, hívásra megyek, és hogy nekem az egész életem így csak e körül forogjon, én úgy éreztem, hogy valahogy úgy több van bennem. Tehát, hát ezért is idővel, ezért is vált szét, hogy azért inkább te csinálod jobban az üzletépítést, csúnyán fogalmazva. Tehát mert hogy te gyakorlatilag most már főállásban építed a Forever üzletet. Péter meg azért a mai napig végig gondolom, ha nem is ügyelsz, de házi orvosként. Így van, de főállású házi day by day. A főorvos most hát, 30 És ez a kezdetekkor, még ezt se tudtátok, hogy nem. Oszlik majd meg. Szóval nem. Hogy indult el a munka? Hát ez mi úgy, online se volt. Ez úgy, hogy már akkor ugye menedzserek voltunk, sőt, még akkor lehet, hogy ígülök, nem, mert akkor még lehet, hogy nem indultál, nem tudom. Azt a határozottan emlékszem, hogy itt voltunk a Nefele, itt voltam én egy esti, keddesti nyílt infón a Nefelejts utcában, és pont Papimre, aki a felső vonalunk, aki Idának és Ferinek a szponzora, vagy a Papimre és Péter Bencenikó, ugye nekik négyüknek köszönhetjük igazából a mi stabil alapjainkat itt a vállalkozásban. És nagyon hálásak vagyunk nekik most is mindenért. Szóval pont Imre is beszélt ezen a nyílt infón, és annyira emlékszem, hogy így ültem ott a sorok között, én még ugye akkor főállású háziorvos voltam, és akkor mesélt a következő rendezvényről, és hogy azt szervezi, és hogy hát legyünk ott, és hogy milyen feladatok, és hogy mit tudom én ott még az ő napjairól, hogy így hálózatépítőként, mint vezető, ugye már akkor is lehet, hogy szóring volt, mert nem is tudom hirtelen.
És akkor én ott ültem, és mondom, de jó neki, milyen könnyű, hát így semmi dolga, csak rendezvényt szervez, emberekkel beszélget, és hogy ez mekkora király élet. És akkor miközben vezettem haza, közben ezen gondolkoztam, hogy hát tulajdonképpen én is választhatnám ezt az életet. Tehát, hogy ha ez nekem most ennyire tetszik, akkor miért ne is? Hazamentem, becsengettem, és mondtam Petinek, hogy Peti, én nem szeretnék tovább háziorvos lenni. Én főállású, forever-ös hálózatépítő szeretnék lenni. Adjuk el a praxist. És akkor erre te. Igen, hát erre én mondtam, hogy azért nem eszik olyan forrón azt a kását, hogy holnap adjuk el a praxist. De azt mondtad, hogy jó, drágám. Persze, azt mondtam, hogy jó, oké. És akkor gyakorlatilag másnap kerestünk helyettest, aki egy évig helyettesítette, mert azért tudod, bennem volt, igen, hogy igen. Mi van, ha meggondolja magát, mert mégiscsak az orvosi hivatás olyan nagyon-nagyon jó neki. Na de hát egy év után is azt mondta, hogy biztos, hogy ő nem szeretne többet háziorvos lenni, úgyhogy... De azért ez gondolom az is kiderült idővel, hogy azért ennyire meg nem egyszerű. Tehát, hogy azért ez, mondjuk, hogy azért ez a forever azért ez egy munka. Persze, ez egy komoly munka. Persze, tehát ezt nevettem, miközben mondtam magamban, hogy ne, jó kis rendezvény szervezek, kicsit ne megyek, oda megyek, hú de jó, hogy ennél azért komolyabb. Hát addig is tudtam, tehát akkor már menedzserek voltunk, tehát én addig is tudtam, hogy ez munkával jár. Minden mellett nekem ugye ez egy plusz tevékenység volt, mert egy fő munkám volt, tehát egy orvosi hivatás, meg most is ott van még az életemben, mert heti egy napot rendelek még most is. Közben egyébként mielőtt ezt a döntést meghoztam, már volt egy reumatológia szakvizsgám is, és akkor tudtam, hogy azzal tudok így részmunkaidőben dolgozni, mert a háziorvos az vagy háziorvos vagy, vagy nem. Olyan. Tehát ott az nincs olyan, hogy azt fél munkaidőben csinálod, mert van egy praxis, egy körzete az embernek, és azért felelősséggel tartozol. És én egyáltalán nem azt mondom, hogy nem, tehát, hogy nem akarok többet orvos lenni, vagy nem akarok többet háziorvos. Én azt mondtam magamnak, hogy nekem annyira tetszik ez az életstílus, és az, ami, ahogy itt orvos is lehetek, itt lehetek, mint most egy interjú, egy tévésztár, így van, egy tévésztár, lehetek mentor, foglalkoztatok az emberek, nem csak a különböző fájdalmával, vagy ízületi panaszával, hanem úgy az egész emberrel, úgy mindennel. És engem ez annyira inspirált és feltöltött, hogy egyszer üzletasszony vagyok, egyszer orvos vagyok, itt ebben a vállalkozásban csapatot építek, face-to-face kommunikálok, van fejlődési lehetőség, folyamatos fejlődés, nem tudom, engem elvarázsol ez a világ a mai napig. Tehát én az a hálózatépítő vagyok, aki annak ellenére, hogy nem mindig, mint a gejzír ment fölfelé, mondjuk az üzlet, vagy a csapatépítés, és nyilván vannak hullámvölgyek, de soha nem kérdeztem meg, hogy ez a vállalkozás jó, és hogy nekem jó. Tudom azt, hogy mi az, ami, amikor nem úgy működik, hogy az tőlem függ. És figyeljetek, és akkor hogy állt be ez a mai állapot, amit majd elmondtok, mert csak következtetek rá, hogy te azért ebből kevesebbet, egy kicsit a háttérben maradva, de viszont nyilvánvaló volt, hogy most is jöttök ide erre a beszélgetésre mind a ketten, mert hisz együtt csináljátok ezt az üzletet. Tehát alapvetően azért mi mindent is együtt csinálunk. Tehát mi az a pár vagyunk, akik tényleg mindent együtt csinálnak. Még a gyerekeket is. Még a gyerekeket is sikerült, igen, együtt csinálni. És igazából ez úgy alakult ki, nyilván onnantól fogva azért ki volt jelölve egy pálya, hogy Adrián azt mondta, hogy akkor ő mostantól főállású hálózatépítő lesz. Tehát nyilván onnantól fogva azért egyértelmű volt, hogy ő lesz az, aki alapvetően az üzletépítésnek a fővonalát viszi. De jó sok-sok évvel ezelőtt még Klajágitól kaptam egy hanganyagot, amit is sportolás közben elkezdtem hallgatni, és akkor így rákattantam a gondolkodásmódra, meg az önfejlesztésnek a témakörére, és azért most mennek nagyon sok éve, hogy ebben én képzem magam, és igazán azt mondom, hogy talán a legfontosabb, amit én a csapatban csinálok, az a gondolkodásmód, a csapatnak a fejlesztése, a gondolkodásmódbeli fejlesztése. Tehát rengeteg tréninget csinálok, nagyon sokat tanulunk erről csapatszinten is, hogy milyen az élethez a jó hozzáállás, az üzlethez a jó hozzáállás, stb. Stb. Meggyőződésünk egyébként, hogy a technika mellett, tehát az, hogy az ember tudja, hogy kell kontaktolni, hogy kell névlistát írni, stb. Stb. Tehát, hogy azon kívül
Tehát nem megkerülhető az, hogy milyen az embernek a hozzáállása az élethez, úgy egyáltalán is az élethez, meg nyilván, hogy milyen a hozzáállása az üzlethez. És hogy ezen mi sokat dolgozunk vezetőként, és ebben, tehát ezt a részét, ezt elsősorban én viszem. Tehát én mindami a mai napig nagyon-nagyon sok időt töltök azzal, hogy képzem magam, hogy tanulok, hogy hallgatok, hogy olvasok. Tehát ez egy folyamatos állandó tanulás, de nekem nagyon-nagyon tetszik, tehát imádom. Tök jó, mert tudom használni a körzetben is. Mindazt, amit megtanultam, így van. Bár azt hozzá kell tegyem, hogy azért óriási érzés egyébként mondjuk a csapatban beszélni gondolkodásmódról, mert meg úgy egyáltalán az egészséges életmódról. Mert hogy teljesen másként hallgatják ott, mint a rendelőben. Tehát a rendelőben ott nem... Lehet, hogy azért, lehetetlenül... mert itt az egészséges emberek hallgatják a te szavaidat, a rendelőben meg a betegek. Hát ez is benne lehet egyébként, meg az is, hogy itt érdekli őket. Igen. Tehát ugye a rendelőben általában azok az emberek jönnek, akik döntő többségében, nyilván nem az minden általánosítás valahol sántít, mint ahogy ez is, de hogy döntő többségében olyan emberek jönnek a rendelőbe, akik olyan típusú megoldást várnak tőlem, hogy egy tabletta, egy injekció vagy valami, igen. És nem nagyon tetszik, mikor azt mondom, hogy hát neki kéne valamit csinálni. Igen. Ezt nagyon sok orvossal így van. Beszéltük. És ugyanakkor a Forever-nél pedig azok az emberek vannak, akik alapvetően, ahogy ide kerülnek, megvan bennük a vágy és a késztetés arra, hogy ők is tegyenek az egészségükért valamit. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog így szerintem. Tehát egész más itt beszélni meg ott, de ott is, a rendelőbe is koptatom a számat. Én is szoktam e-mailt küldeni a betegeknek. Valamiért úgy érzem, hogy ti ezt azért inkább offline csináljátok a mai napig, ezt a dolgot. Szóval jobban hisztek benne. Bár ma már online is ugyanezt elmondható. Én azt gondolom, hogy törekszünk. Tehát 2016-ban kezdtük el az online saját kis rendszerünket megalkotni, nyilván mindenki ugye valamit kezdett akkor, hogy fel tudja venni a versenyt így az online világ térhódításával, és mind a képzéseinket, ugye a meetingeket, új érdeklődőknek különböző csoportokat létrehoztunk mi is, ahol meg tudjuk mutatni magunkat, meg amit képviselünk. Szóval én azt gondolom, hogy azért nagy részt online dolgozunk, de nyilván ötvözzük azokkal az adottságokkal, azokkal az offline lehetőségekkel, adottságokkal, amik rendelkezésünkre állnak. A csapatunkban is, ugye menedzserek között is van két orvos, dr. Végüdit és dr. Szomják Edit, akik szintén ugye a mi generációnk, és nyilván ők is használják az offline lehetőségeket. Ráadásul most én azt gondolom, hogy a Covid után újra sokan szeretik azt, hogyha ha tudunk személyesen találkozni, meg ugye rendezvényeket szervezünk. Szóval én azt gondolom, hogy próbáljuk ötvözni mindig, ami éppen, hogy is mondjam, igen, adódik, de csapatszint, vagy mindemellett csapatszinten, így a képzésünk, hogy átadjuk azt, hogy hogyan csináljuk, ott azért inkább az online hódítteret jobban. De az Eagle, ugye tudom, hogy 8-szor, zsinórban 8-szor megvolt az Eagle, egészen addig, amíg nem jött az a nehezebb, igen, mert hogy szeniorok lettek. Hogy át is tudjuk adni ezt a menedzsereknek. Igen. Vagy ők, szóval gondolom, hogy ez a 8 utazás, ha nem is volt 8, tehát mindig utaztatok? Mindig, mert még az első alkalom, ami fél év volt, tehát amikor az első kiírás érkezett, az akkor csak egy fél év volt, mert júniusban kaptuk a levelet. Arra is ugye emlékszem, hogy vittem Peti, nézd már, mit írt a cég, hogy ilyen úgynevezett Eagle menedzserré válhatunk, ha ezt megcsináljuk. Tehát nem is a mentoraink szóltak, hanem én, amit kaptam. Akkor még levél volt, nem e-mail, hanem borítékba felbontottam a levelet. Ki is emlékszem, mai napig előttem van, hogy hova tűztem ki. Na, ezt megcsináljuk, és akkor egy kis kihívás, mert úgy nem láttam, hogy leszünk senior menedzserek, meg tehát valahogy akkor még nem volt ennyire bennünk az üzletépítés, de ez úgy megfogott. Na és
már akkor is nem volt a kiírásban jutalom út, de tudom, hogy a következő év Európa találkozójára elvitt minket ajándékutazásként. Még Európa volt, és egy páran voltunk a magyarországi Foreverből, vagy nem tudom, 6-8 pár, mondjuk én szangvinikus vagyok, tehát lehet, hogy több is volt, de nem sok. Akik ott hol jártatok ebben a 8 ígül kapcsán? Hát voltunk Szardinián, voltunk Amerikába ígüllel, Mexikóba az ígüllel, Costa Navarinón. A hajóúton, a Freedom of the Seas. Barcelona, Monte Carlo, Róma. Róma hajóúton. Hát ez elképesztő helyeken voltunk. Hát ez lehet, hogy az orvosként nem jutottál volna. Hát igen. És sőt, volt olyan év, amikor ugye a Chairman's bónuszt is meg tudtuk csinálni, amikor Dr. Vég Judit menedzserünk, mint 600 pontos menedzser lábunk, ott volt velünk szövetségben ebben a kihívásban, és akkor volt olyan év, hogy kétszer is utaztunk, mert egyszer, tudom én, Szingapurba. Akkor Szingapurba voltunk a Chairman's-szel, és akkor ősszel meg Amerikába az Eagle-lel. Tehát az lehet, hogy pont nem így voltam, nem tudom, mert nem emlékszem. De szerintem így volt. Én úgy emlékszem, hogy ez így volt. De igen, tehát fantasztikus egyébként. Na, lapozzunk egyet. Két kislányotok, akik már nagylányok. Emlékszem, hogy voltak is itt mind a ketten. Igen. A stúdióban, mert hogy ugrókötelesztek, amit ne nézzünk le, mert ez nem az a játszótéri ugrókötelezés, hanem a világszínvonalon üzték ezt a sportot, és tényleg meglepődtem, hogy megy az idő, hogy rájuk kérdeztem, és hogy tulajdonképpen nagyon idézőjelben mondom, de kiöregedtek. Tehát ugye ezt nagyon fiatalon, mint az úszást, nagyon fiatalon abba hagyják a sportolók, és hogy nem is itthon élnek, hanem dolgoznak, maguk lábán állnak, és legalábbis az egyikük folytatja a ti munkátokat. Mind a ketten egyébként, mind a ketten itt vannak, és szeretik, és vannak céljaik a Forever vállalkozással. Igen, hát ugye a nagyobbik Kolumbiába került, a párja kolumbiai, a párja kolumbiai, egy gyönyörű helyen élnek egyébként, mármint hogy úgy gyönyörű, hogy egy ilyen trópusi, őserdőbe gyakorlatilag, és ők abszolút tehát aktívan dolgozik a Forever vállalkozásában, úgyhogy supervisor, és szerintem pár hónap is meg lesz ez a menedzseri szint, tehát nagyon tudatosan, nagyon szépen dolgozik, és ami a lényeg, hogy azért tehát nyilván miközben, ugye, tehát ő belenőtt, mind a ketten belenőttek ebbe a családba. Igen. Tehát úgy nőttek föl, hogy forever. És nyilván szerettük volna, hogyha ezt ők csinálják. És elkezdték, és aztán volt egy 2-3 év is legalább szerintem, amíg hát nem nagyon akaródzott ez a forever-ös munka. Volt egy kezdeti lendület, de aztán... Igen, és akkor úgy, hát nyilván nem akartuk ezt forszírozni különösképpen. Egy kicsit szomorkásak voltunk, hogy akkor úgy néz ki, hogy ez mégsem. És aztán esküszöm, én nem tudom, hogy mi történt, de egyszer csak elindult ez a dolog, és ma már Hanna, ő tehát abszolút full. Tehát neki ez kell egész életébe, és ezzel akarja megteremteni a szabad életét. Hát és ő aztán gondolom online. Tehát, abszolút, igen. Igen. Tehát, hogy idehaza, igen. Onnan, Kolumbiából idehaza. Igen, igen, ja. Igen, meg igen. Most már vannak, igen, több igen. Országban úgyhogy, induló lábai. Neki abszolút a Forever az egyik lába, a másik egy podcast, amit Flórával együtt csinálnak, és Flóra pedig ugye most kezdte Amerikába, New Yorkba egy színész konzervatóriumot, egy hónapja pont ment ki, úgyhogy, de ő is supervisor, ő is kőkeményen dolgozott, míg ki nem ment. Hát most nyilván ugye új világ, új iskola, szóval hát most egy kicsit azért ez így... De New Yorkba egy színiskolában lenni, igen, lehet, igen, hogy igen. Nem a Foreveron van a fókusz, de... Igen, de most nem, de ő is kifejezetten, és hogy, tehát ő is azt gondolja és azt mondja, hogy ugye, mint művésznek egyébként, egy háttérnek, egy alapnak, Mennyire jó egy ilyen szabadon. Hogy van egy olyan munka a kezében, tehát ő is mindenképpen egy menedzseri szintig ezt tervezi, pont azért, hogy legyen egy stabil alap neki, hogy a színészi vágyait azt ki tudja elégíteni. Úgyhogy
ez így nagyon jó nekünk, tehát ez egy igazi családi biznisz. Ez nem egy szakmai kérdés, de valahogy meg, csak megkérdezem, hogy azért nem furcsa, hogy nincsenek itt nap, mint nap veletek? De. Szóval, vagy de. Több időtök jut a Foreverre? Hát még, ugye, még az, hogy Flóra sincs velünk, az egy friss élmény, mert ő azért 23 évig velünk élt, és ráadásul miután a középiskolát befejezte, onnantól fogva ő nem ment tovább tanulni, holott nagyon jó tanuló volt ő is, hanem azt mondta, hogy ő készül erre a projektre, hogy ő színészetet hát szeretne. Most tovább tanul. Igen, csak hogy erre készült, aha, tehát nem, itt nem ment el Magyarországon semmilyen felsőfokú intézménybe, viszont rengeteget fejlesztette magát, Hanna is, és ő is, ugye a podcast is igazából ennek köszönhető, amit csinálnak. Úgyhogy így én azt gondolom, hogy ugye az életre viszont elképesztő jól felkészítette magát, és ezt nagyon-nagyon jó volt nekünk látni, és ezt tehát együtt élni vele ebben, és szerintem ez is valahol a Forevernek köszönhető, amilyen emberek ki ők, vagy sem valahol, hanem nagyon is, amilyen emberek ki ők váltak, mert egyrészt mind a ketten maximálisan tudnak azonosulni a Forever értékeivel, plusz tényleg az önfejlesztés, az a fejlődési vágy, aminek része az is, hogy a testünkkel, hogy foglalkozunk az elménkkel, tehát mi minden összetett formában, ez mind abszolút sajátjuk, és már ők is fejlesztik. Hát meg talán találunk. Az a mernek nagyot álmodni. Igen, szóval, és a másik ez. Igen. Nem minden mai. De azért ez egy érdekes dolog egyébként, amikor, tehát én pont azt mondtam így Adriennek először, aztán utána persze sok mindenkinek meséltem, hogy milyen érdekes ez, hogy az ember kvázi tanítja ezt a csapatban, hogy merjetek nagyot álmodni, és küzdjetek az álmaitokért, és valósítsátok meg, stb. De amikor a gyereked eléd áll, hogy akkor én most mennék New Yorkba, akkor azért úgy szívesen mondtam volna, hogy hát... Ekkorát ne. Most mi lenne, ha mégis te itthon maradnál? Egy kicsit kisebbet álmodj. Tehát, hogy a gyerekek hallgattak ránk. Tehát igen. Hát, mondjuk kétségtelen tény, szerintem mázlink van egyébként, hogy mi szeretjük egymást, és így, hogy egyedül maradtunk, ez nem probléma. Tehát, de azért az első napok azok nehezek voltak. Hát nehezek voltak, nyilván. De most viccen kívül, most tényleg aztán lehet fókuszálni, mert hogy azt abszolút. Mondtad, hogy cél az afír, hogy hát az, ja, közben van szóring, nem baj. Igen, tehát azért ez is egy jó pozitív hozzáállás. Egyébként valaki így megkérdezte tőlem, Flóra kérdezte meg, vagy Hanna, nem is tudom, valamelyik nap, amikor így konzultáltunk és beszélgettünk, hogy de miért akarok Zafir menedzser lenni? Hogy mi az, mert az egy Zafir, az egy üzleti szint, tehát nyilván nem egy üzleti szintet akar az ember, hanem valami van, valami mögöttes, és én ezt, amikor ezt így kitűztem, vagy kitűztük, akkor is így megfogalmazódott, hogy nekem az egy ilyen szimbóluma annak, amit úgy a Forever úgy minden szinten adni tud, és amihez úgy érzem, hogy igenis mi is méltóak vagyunk, hogy mi is tehát megérdemeljük. Most értsd jól, tehát most nem úgy értem, hogy munkanélkül vagy, hanem hogy az úgy mindent kifejez számomra. Abban benne van az, hogy tudtunk másoknak is olyan életet biztosítani, ami tényleg érdemes élni, amit a Forever vállalkozás tud kiteljesíteni. Abban benne van a mi anyagi biztonságunk, abban benne van sok-sok százezer fogyasztónak a megelégedett fogyasztó, sok olyan üzlettárs, aki lehet, hogy kiegészítésképpen vagy egyáltalán a jobb élet miatt van körülöttünk, a elismerés a Forever világában, úgy minden benne van, ami úgy fontos egy igazi jó, sikeres, megelégedett élethez. Van nekem neked? Valahogy... Nekem, igen. Tehát, akkor hogy nekem, az meg is lesz. Nekem ez szimbolizálja, és akiket ismerek, Zafir menedzsereket a Foreverben, ők példák nekem, és igen, és ez így megfogalmazódott, hogy ezt úgy nagyon, nagyon szeretném. Ez a cél. Ez a cél. Jó. Igen. Szerintem nagyjából körbe jártunk titeket, és nagyon jó volt veletek beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük, mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.